A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a nézőket a Fehérvári Beszélgetések adásában. Most egy nagyon érdekes személyiséget hoztam el önöknek. Az egyik kollégánk ül itt velem szemben, Farkas Szilárd, és azt hiszem, hogy bátran mondhatom, hogy a viccek és a poénoknak talán semmi sem fog szabni határt. Érdekli a sport, érdekli a televíziós szerkesztés, és még meg annyi minden, pedig én tőle magától kérdeztem, hogy mi a hobbija, meséljen egy kicsit magáról, ő azt mondta nekem a tegnapi napon, hogy semmit nem árul el, majd itt, úgyhogy nekem kénytelen voltam a kollégáimtól és egyéb Google barátom információs portálokról, hát információkat szerezni rólad. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszöntöm a nézőket, és köszönöm, hogy itt lehetek. Hát ahhoz képest, hogy nem mondtam semmit, látom, hogy tele van írva az a papír. Nagyon készültél. Hát ebben egyébként most a kollégáim segítettek, de hogy egy kicsit a nézők jobban megismerjenek, bár egyéb adásainkból, műsorainkból, kezdőkör, híradó már ugye ismerhetnek, de talán ilyen bensőségesen még nem. Mikor kerültél te ide hozzánk a Fehérvár Televízióhoz? Mikor láthattak téged először a híradóban a nézők? Ez a vírus időszak után volt, én úgy emlékszem, és meg ne bántodjon senki a rosszul, de tényleg már olyan, mint nagyon régóta itt lennék, és a többiek is azt mondták, hogy még csak egy éve, még csak két éve, hát olyan, mint itt lennél 5-10 éve már, ugye. Aha. Köztünk ez nagyon jó érzés, hogy így gondolják, vagy így emlékeznek, így érzik, hogy nem csak most jöttem, hanem már régi bútordarab vagyok én is, tényleg nagyon családias hangulat, és tényleg a vírus időszak után én emlékszem, hogy 2021-ben jöttem, tehát most már 3 éve lesz annak, hogy itt vagyok. De hogy egy picit még nagyobbat ugorjunk az időben, mert hogy előtte te a Videotonnál dolgoztál. Mit is csináltál ott pontosan? Hát a gyártósoron voltam, nem a Videotonnál egyébként, és ezt nagyon nem szeretik, hogyha így hívták nem őket. Nem szeretik, meg is, ha így hívták. Meg is kérték, hogy, illetve meg is kértek engem, én sajtós voltam. Ugye, igen, igen. A Vidinél, ezt szabad mondani, hogy de a Vidinél. De ezt mi fehérváriak, ezt így szeretjük mondani, és szerintem igen. A sírig visszük magunkkal igen, ezt. Igen, de Vidi, tényleg, ez hivatalosan csak vidizni szabad, sajtótájékoztatókon is csak vidizni szabadott. De egyébként igen, ott voltam mondjuk az, hogy a fehérvári foci csapatnál, mert ugye nagyon sok nevük van, akkor még más szponzor név volt, amikor én ott voltam. Most már ugye Fehérvár FC, de beszéljük róla úgy, hogy Vidi még egyszer mondom. Szerintem ez egy örök Videóton és Vidi igen, marad. Igen, Videóton, így van. Mennyit dolgoztál ott, és mi volt pontosan a feladat? Ott én egy fél évig voltam éppen a tévézés előtti, Fehérvár TV előtti időszakban, amikor is az akkori sajtós elment, aztán majd visszajött, és a köztes időszakban engem ért az a megtiszteltetés, hogy én lehettem ott tényleg a sajtós. Mert hogy te a sportot nagyon szereted, ezen igen. Belül is ugye nyilvánvalóan a focit. Azt is. A foci mióta szerelem, hogyha már a focinál vagyunk? Hát ez már 90-es évek vége óta, de hát ugye még ki hogy kezdi a karrierjét, hát mi is a tesi órán kezdtük, hogy tessék itt a labda, aztán fiúk menjetek játszani, de vigyázzatok, mert a fű csúszik. Drága jó Laci bácsi mondta, még gimibe a egyik tesi tanárunk, nagyon vártuk már a tesi órát, és tényleg valahogy megpróbáltuk azt elérni, hogy hát mi most nem akarjuk ezt csinálni, meg azt csinálni. Tehát nyilván a felmérések, meg a különböző feladatok azok megvoltak, de csak a foci, akkor is szaladtunk ki. Én ugye nem voltam nagy focista, én inkább csak lelkes voltam, de aztán játszottam nagypályán is, kispályán is, sérülést is szenvedtem, bokatörés, térdszalagszakadás, úgyhogy ami kellett, az nekem megvolt ebbe a fiú sportákban, úgy mondom, mert ugye most már lányok, nők is űzik, de azt hiszem a foci az talán mindig inkább a fiúké, férfiaké lesz egy kicsit. Nem tudom, hogy ott hogy volt a munkaidőd és a beosztásod, hogy 8-tól 4-ig, vagy ez hogy nézett ki, az viszont biztos, hogy itt a televíziónál itt nincs ilyen. Itt azért olyan munkarendben dolgozunk általában, ami hát vagy egy kicsit tovább tart, vagy egy picit előbb végzünk, tehát nagyon változatos, és ugye dolgozunk hétvégén, ünnepnapokon. Amikor ide csöppentél hozzánk, és belecsöppentél ebbe a világba, akkor hogyan ízlelgett ez az első hetekben a tévézést, és hogyan a sporthoz a televíziós szerkesztés az életedbe?
picit akkor visszamegyek, most nem tudom, azt mondtad, hogy amikor ott voltam, most hirtelen átugrottunk a tesi óráról, meg a gimiről. Igen. Tehát az iskolában nyilván, hogy 8-kor kezdődik a tanítás, aztán valamikor 3:30-kor vagy 1:30-2-kor vége van a 6. órának, igen, de ennyire azért ne szaladjunk vissza. Igen, ott még nem munkaidőnek hívták. A vidénél egyébként, ha már azt kérdezett, hogy milyen volt a beosztását, olyan, hogy volt egy telefon, aztán hogy csörgött, amikor csörgött. Tehát én ott már megszoktam azt, hogy nem 8-tól 4-ig kell dolgozni, hanem bármikor este is, hétvégén is. De egy kicsit még visszámelve, mert nekem nem ez volt az első, illetve nem ez az első tévés munkahelyem, én sport-tévénél is dolgoztam előtte. Pesten is dolgoztam egy kerületi tévénél, azelőtt pedig gyakorlaton voltam még Veszprémben az egyik televíziónál, úgyhogy nem újdonság, meg én ezt is tanultam ugye egyetemen, főiskolán, úgyhogy én nagyon... Amikor rájöttem arra, hogy ilyesmivel szeretnék humán beállítottságúnak tartottam magam mindig is. Emellett mondjuk közgázszak közébe jártam, és utána még egy könyvelői képzésre is, amit sok más csoporttársammal együtt a nagy többséghez tartoztam én is, akik aztán nem végezték el. Most már azt mondom, hogy nagy szerencsémre, hiszen akkor nem, talán nem is ülnénk itt, és nem beszélgetnénk itt. Igen. De én tényleg mindig ez a humán beállítottság voltam, és utána intézményi kommunikátor szakképzés, ami belépő volt a főiskolára, kommunikáció, médiatudomány szakra, aztán egyetem, mesterképzésbe, amit már úgy gondoltam, hogy olyan jól tudok, hogy ott sem tettem le a záróvizsgát, de minden tárgyam megvan, inkább elkezdtem dolgozni a Sport TV-nél, és ott töltöttem egy jó pár évet. Aztán pedig kis kitérő után ide kerültem. Ha már a Sport TV-t felhoztuk, ott milyen élményekkel gazdagodtál a Sport TV-nél? Ott is remek volt a közösség. Én nagyon szeretem azokat a munkahelyeket, és szerencsések vagyunk szerintem, mert ezt a nevetbe is mondhatom, hogy itt is egy igen családias a légkör, és olyan munkát végzel, olyan munkát csinálhatsz, amit szeretsz. Az első időben ugye a Sport TV-nél is, ahogy bekerültem, még csak gyakornok voltam, akkor beültem a szerkesztő riporterek mellé és az operatőrök mellé az autóba, és jártam velük az országot különböző sporteseményekre, leginkább focira, később kézilabdára, volt egy kis amerikai foci, volt egy kis tenisz, volt egy kis lovasport, ha jól emlékszem, lovasterápia igazából, tehát ott is voltak kisebb, nagyobb dolgok. Sokat utcaemberéztem különböző magazinműsorokban, amikor tényleg bizonyos történésekről kérdeztük meg az utcaembere véleményét, tehát ott már megismertek minket tényleg Pesten a különböző környékeken az utcán, hogy ti vagytok azok, ugye, akik kérdezgetik az embereket. Mondom, igen, akkor tessék, mi a téma? Tehát jöttek már oda hozzá, nem is kellett keresni. Ilyen is volt. Ha már a teniszt felhoztad, a közösségi oldaladon láthatjuk, vagy láthatják az ismerőseid, hogy nem is annyira régen egy teniszes képet feltettél. Az is közel áll hozzá? Tehát maga a tenisz, mint sport, és űzöd is ezt egyébként? A tenisz az közelebb áll egy kicsit hozzá, mint a foci. A teniszt azt úgy kezdtem el, hogy 95-ben, amikor még általános iskolás voltam, akkor még ezek a challenge day-ek nagyon menőnek számítottak. A kihívás napja talán még a mai napig is tart, de akkor kezdődött el igazából ez az egész, és akkor ott volt egy, ugye rengeteg állomása van, ez egy sportnap gyakorlatilag, amit az iskolásoknak tartanak, legalábbis akkor az volt, és osztályszinten lehetett menni különböző helyekre a városba, mert ez ugye nem is iskolai, hanem városi rendezvény volt. Én ugye Ajkáról származom, egy kisváros, és az összes, illetve hát nagyon sok sportpálya meg volt hívva erre az eseményre, ahova el lehetett menni mindenféle fagyi jegyekért, és ugye a teniszpályán is kipróbálhattuk magunkat, és nekem az valami nagyon megtetszett egy barátommal együtt. Először az utcán, aztán volt Ajkán egy kaszinó nevű közösségi kultúrház gyakorlatilag, aminek a falának ütögettük a labdát, aztán kimentünk elé a placra, és akkor rájöttünk, hogy hát ha már ütögetjük a labdát ugye ütőkkel, akkor mi lenne, ha teniszpályán is szerencsét próbálnánk. Elmentünk, jelentkeztünk, mondták, hogy persze, gyertek le, de mi csak úgy autodidakta módon tanultunk meg, és aztán igaz, hogy nem a legmagasabb szinten, de megye-kettőbe is játszottunk végül bajnokságba. Vannak nagyon nagy nevű teniszezők. Van neked példaképed? Azért van egy-két olyan név, akit érdemes lehet talán megemlíteni, és hogy esetleg az ő munkásságukat szoktad-e figyelni? Hát ugye még a 90-es évek végén nekem Carlos Moya volt a kedvencem. Nyilván akkor az Agassi és Sampras rivalizálás ment nagyon, de ha valakit kettőjük közül kéne mondani, akkor én inkább Agassit mondom, valahogy ő állt hozzám közelebb, de mivel én balkezes vagyok, mindig próbáltam a balkezesek játékát figyelni, úgyhogy nagy szerencsém volt ugye Nadállal, aki szintén balkezes, és most pedig a jelenlegi generációból Ben Shelton, a feltörekvő amerikai,
hát most még ne nevezzük csillagnak, mert 16., 7., 8. helyen áll a világranglistán. Az amerikai egyetemi tenisz bajnokságot nyerte meg, és onnan állt profinak, ugye édesapja az edzője. Nagyon szimpatikus nekem ez az egész családi vonal, amit ők képviselnek teniszbe. Én nem tudok nyilván úgy játszani, ahogy ő, már csak a koromból kifolyólag se. Ugyan, fiatalnak tűnök, de azért nem vagyok már 20 éves, vagy 21, mint ő. De próbálom ellesni azt, ahogy ő játszik. Nyilván több-kevesebb sikerrel, inkább kevesebbel, mint többel, de a lelkesedés az ugyanúgy megvan. Talán még jobban is teniszben, mint fociban. Na de nem csak a 20 éveseké a világ. Egy picit mi most megfordítottuk ezt a sorrendet, ami talán egy alapvetése egy beszélgetésnek, főleg egy portrébeszélgetésnek, de azt gondolom, hogy nem baj, mert te magad is szerintem egy olyan egyéniség vagy személyiség vagy, ami szerintem nem egy hétköznap, úgyhogy nem is baj, ez a beszélgetésre lesz egy olyan, ami sablonra épül. Úgyhogy ugye egy kicsit itt mi ugráltunk az időben is, a történetekben is, és maradjunk Ajkánál. Ott nőttél föl. Igen. Szülők, ők ott élnek Ajkán, még? Igen. Aha. Édesapám, édesanyám még Ajkán él, húgom még most már elköltöztek Ajkáról a párjával, Füreden laknak most már, előtte Pesten voltak. Ők is, én is ugye ott dolgoztam, tanultam, ahogy már mondtam is. Ugye nem lehet amellett elmenni, talán, hogyha Ajkáról van szó, amikor történt a iszap katasztrófa, erre te hogy emlékszel vissza, és mennyi idős voltál akkor te? Hát ugye az iszap katasztrófa, nem akarok most hülyességet mondani, de talán 2012-ben volt, hogyha én talán, jól emlékszem. Talán 12-ben. 12 régen volt már. Hát ugye mi gyerekként, ahol vannak azok a tározók, igen, oda a salakdomboknak hívtuk őket, aha, és körülbelül egy 10 perc vadregényes sétára volt pont azon a környéken, illetve nem messze onnan, ahol mi laktunk, szóval mi oda nagyon sokat mászkáltunk fel, és akkor nézegettük a lugos medencéket, nem szabadott volna fölmenni nyilván, de hát melyik gyerekcsapat az, aki nem nézi meg, ugye akkor még nagyon divat volt ez a bandázás, hogy összefogtunk hát a házba, igen, a panelba, igen, a srácokkal, és akkor reggel elmentünk, este meg hazajöttünk, csak enni jártunk haza gyakorlatilag a nyári szünetekben, de nagyon jó volt, és tényleg felfedeztünk mindent, hát tudtuk, hogy hol vannak ezek a tározók. Annyit kell tudni Ajkához kapcsolódóan, hogyha ugye a domborzat Ajka felé lejt, és hát nagyon szomorú, hogy Devecser felé lejtett, és ott szakadt ki, de ha Ajka felé lejt, akkor Ajka túl sok berendet, ami aha, Ajkának egy külterülete, önti el először, aztán pedig szerintem ami mázunkig is eljött volna, illetve hát a panelig, ahol tehát lakunk. Akkor titeket tulajdonképpen fizikálisan nem érintett? Fizikálisan nem érintett. Én ugye azon a területen szoktam bringázni, ott a környékén. Van egy körülbelül egy órás, egy és negyed órás bringa utam, amit néha napján annak idején ugye meg szoktam tenni, és akkor a tározók mellett szoktam elbringázni, és utána sokáig lehetett látni a nyomait a katasztrófának, hogy ugye tényleg vörös volt a növényzet, a fáknak a szintjén lehetett látni, nem is tudom, csak most mondok egy számot, egy másfél méter magasan, ugye a fák is elszíneződtek, amerre jártam. Tehát az egy tényleg olyan katasztrófa volt, ami elképzelhetetlen. Mikor költöztél el egyébként Ajkáról? Hát Ajkáról a súly miatt költöztem el, aha, ugye először Pestre, ez 2006-ban kerültem főiskolára, utána sokáig Pesten voltam, aztán most már a feleségemmel Érdre költöztünk. Először is Pesten tanított, aztán Fehérváron kezdett el tanítani, és mai napig is azt csinálja, és Fehérvárra költöztünk. Mióta lakunk itt? 2020 óta. És 2019-ben volt az esküvőtök Paulinával, hogyha jól emlékszem, igen, talán májusban. Június. Júniusban, tehát nyáron júniusban volt nektek. Igen, nyári esküvő volt. Paulinát mindjárt megkérdezzük, egy ilyen telefonos segítség. Ja. Kérünk majd a Bauer Tibi kollégámtól a stúdióból, vagy az adás lebonyolítóból, és aztán megszületett a kisfiatok, aki most idén lesz, majd nyáron 2 éves. Hogyan éltétek meg ezt az időszakot? Ez egy csodálatos időszak. Nyilván minden nehézségével együtt mondhatjuk azért szülőként, hogy ez az élet egyik legszebb történése. Igen, hát ezt elmesélni csak annak lehet, illetve szerintem csak azzal lehet róla beszélni, például veled, aki szintén átélte már az anyaság szépségét, illetve az apaság szépségét éltem át és élem át. Hát én benn voltam végig a szülőszobában például. Körülbelül Paulinának egy kicsit több idő volt, mert ő benn volt 2-3 napig a kórházban, ugye én akkor mentem, amikor meg lehetett látogatni, illetve az utolsó napon már ott voltam vele végig. Nekem is volt ott egy kis ágyam,
szülőszobába, úgyhogy tényleg nagyon, hát nekem, neki kellemetlenebb emlék nyilvánvalóan, mint nekem. Nekem szép emléknek maradt meg, de azt hiszem, hogy ha most már vissza kéne emlékezni, ő is azt mondaná, hogy igazából szép emlék volt. Ugye anyaként biztosan te is tudod, hogy valahogy úgy van kialakítva az ember, hogy a szülésnek a rossz élménye az valahogy így átmegy abba, hogy már csak a szépre emlékszünk. Igen, talán megfakulnak az agyunk is kitörli a nehézségeket, így ahogy mondod. Szóval én vágtam el a köldökzsinort, én ott egyáltalán nem féltem, kicsit elpityeredtem, amikor megérkezett a baba, aztán megtöröltem a könnyémet, és mondtam, hogy hol kell vágni, mutatták, hogy ott, aztán vágtam. Jó, Istenem. Azért tényleg ezek a legszebb pillanatok az életünkben, és nagyon szerencsések vagyunk, hogy ez megadatott mind a kettőnknek. Milyen apa vagy? Milyen apa vagy a mindennapokban? Hát ezt nem hiszem, hogy nekem kellene eldönteni. Remélem egyszer majd a Mirko azt mondja, hogy jó apa vagyok voltam. Paulina remélem, hogy azt gondolja, hogy jó apa vagyok voltam, és leszek is. Én azt gondolom, hogy én egy olyan apa szerepet próbálok betölteni, nagyon nehéz lavírozni szerintem, és anyuka nélkül szerintem meg se lehet oldani, mert nem is azt mondom, hogy apa meg anya szerep van szerintem, hanem inkább szülői szerepek vannak, és ez ugye két emberes mindenféleképpen. Igen. De én próbálok olyan apa lenni, aki nem annyira szigorú, mint inkább barátkozós, haverkodós. Tehát gondolkodtunk mindig azon, ugye mit mond a kisgyereknek először az ember, hogy ezt nem szabad, azt ne csináld, ne. Tehát akkor most amikor a Mirko már ki tudja mondani a nevét, akkor vajon mit fog mondani, hogy farkas nem szabad, vagy farkas nem, vagy farkas pajtás, mert én ugye pajtásnak hívom, vagy farkas Mirko. Tehát ugye én tényleg ilyen, úgy is mondjam, ilyen aranyosságból pajtásnak szoktam néha szólítani, és most már bölcsödés, és mondták a bölcsisnénik, hogy volt olyan eset, amikor alvás után a Mirko így fölállt az ágyba, és így jól hallhatóan, és azóta se hallottuk, mi sem, meg ott sem mondta többet, de jól hallhatóan azt mondta, hogy pajtás! Édesem! No, hát ez vitathatatlan, hogy csodálatos dolog, főleg ezek az első szavak tényleg, amikor így meghalljuk őket. Ugye itt a szerkesztőség berkein belül azért mi már találkozhattunk a kisfiaddal, néha beszoktad hozni hozzánk, és akkor tényleg egy nagyon barátságos, nyugodt kisfiú, legalábbis amennyit ugye mi látunk belőle, bár én úgy emlékszem, hogy mondtad is, hogy azért otthon is általában ilyen kis nyugodt. Azért amellett nem lehet elmenni, hogy ti mai apák már nem olyanok vagytok, mint régen. Én emlékszem, hogy az én anyukám tök sokszor mondta, hogy hát nálunk még apa nem is fürdetett minket, nem etetett minket, néha egy kicsi játék, az már, hogy tanuljon velünk, az meg már szintén egy ilyen távolabbi útnak tűnt, anyu szemeim keresztül nézve, de hogy ti maiak már egész másképp viszonyultok a gyerekekhez. Ez szerinted miért van? Mert nekem van egy elképzelésem, de kíváncsi vagyok, hogy egy apa szájából ez hogyan hangzik, vagy hogy te mit gondolsz róla, hogy lehet az, hogy ti már sokkal jobban támogatóbbak vagytok, ha lehet így mondani, és nem a régi apákat ledegradálva ezzel természetesen. Hát ugye annak idején, tehát még talán a mi szüleink idejében is, de azt előtte aztán talán, illetve előtte aztán pláne, nem volt ekkora információ áramlás, mint ami most van, tehát ugye óhatatlanul is ilyenkor ugye mindenféle közösségi oldalak feldobják azt, hogy ilyen szülők lapja, olyan szülők oldala, stb. Tehát még ha nem akarod, akkor is szembe jönnek veled az információk a szülői létről, és ennek hatására, vagy a személyiséged hatására, vagy bármi hatására összeáll benned egy olyan kép, hogy milyen szülőnek kell lenni mostanság, vagy milyen szülő az ideális. Ugye most már tényleg, ahogy te is mondod, gondolom, gondoltál arra is, most csak egy kicsit negatív példát mondok, hogy már nem az apuka vagyok, hogy ennél a nagdrág szíj, aztán majd, ha nem úgy lesz, akkor viszlát, meg mehetsz a sarokba. Semmiképpen, és ilyen szerintem is legyen. Szerintem nem jó. És tényleg azt mondom, hogy inkább egységként kell együttműködni anyunak, apunak, szülői szerepet kell vállalni, de tényleg az van, hogy én is mindent meg tudok csinálni, nem úgy nyilvánvalóan, mint egy anyuka, de már kitaláltam egy olyan elnevezést, hogy én vagyok az apnya a gyereknek.
Apnya? Apnya, ami ugye nyilván azt jelenti, hogy egy kicsit olyan anyukásak is lettek most igen, már, amit igen, ki akartál hozni belőle az apukák. Igen, egy kicsit ilyen feminin beütés, de szó jó értem. Igen, tehát én pelenkázok, én mosok rá, én ez kiteregetem, jó, jó. Én eringatom, én megfürdetem, megetetem, megitatom, amit kell tényleg. Meg azért tényleg mi anyák is dolgozunk, akár már hamarabb visszállunk a munkavilágába, és nagyon nagy támaszaink tudtok lenni, ezt egyébként a saját férjemről is elmondhatom. Hogyan tudod összeegyeztetni ezt a fajta munkarendet a családdal? Mert azért itt tényleg nem a reggel 8-tól 4-ig tartó időszakban dolgozunk. Nehéz ez? Tehát okoz nehézséget? Vagy hogy tudod ezt így beépíteni úgy, hogy a család is mindenféleképpen beleférjen? Na hát ez most egy milyen kérdés, ez pontosan te is tudod, hogy kell csinálni. De a nézők nem tudják, hogy te nézők, hogy csinálod. Hát ha tanulnak belőle igen, valamit. Hát ugye itt meg kell lenni a... Megint csak azt mondom, hogy itt kettőnknek kell a gyereknek a felügyeletét, ha már erről beszélünk, úgy megoldani, kialakítani, hogy nagyszülők segítségével néha, vagy nagyszülők segítsége nélkül, de úgy, hogy mindenkinek a beosztásához tényleg hozzá kell rendelni, most csak úgy a szóval azt, hogy babázni is érthető, kell, vagy a gyerekkel persze foglalkozni, de nem mi vagyunk az egyetlenek, hát ezt ugye, mióta a világ mindenki megoldotta így vagy úgy, el lehet rendezni, nyilván kell hozzá úgymond egy beosztás, egy elképzelés, egy közösen gondolkodás, és akkor mindenkinek jó lesz, pláne a babának vagy a gyereknek. Mikor hozod be a kisfiadat legközelebb? Mirko, ne hülyéskedek csak. Még a bölcsödébe van, de beszoktunk jönni tényleg, amikor úgy van esetleg, délután tudom inkább behozni, amikor délutános igen, vagyok, igen, és igen, neki már vége van a bölcsödének, vagy amikor majd szünet lesz, akkor beballagunk. Na hát várjuk szeretettel, mert hát tény, hogy téged is nagyon kedvelünk, de amikor bejössz a kisfiaddal, akkor meg aztán nagyon boldogok vagyunk, mi anyák főleg. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, Szilárd, és nagyon boldog névnapot kívánok neked utólag, mert hogy most volt a névnapod, és köszönöm tényleg, hogy elfogadtad a meghívást, és eljöttél velem ide a stúdióba. Köszönöm szépen, már vége is. Nagyon köszönöm neked. Köszönöm. Nézőknek pedig köszönöm a figyelmet. Farkas Szilárd volt a vendégünk itt a Fehérvár Televízióban, a Fehérvári Beszélgetések műsorban. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.